Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai vendégem a sorozat folytatásaként, amelyet úgy kezdtünk, hogy szeretnénk bemutatni a székesfehérvári orvosokat, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a Fejér megyei Szent György oktató és egyetemi kórház, egyetemi oktatókórház olyan szintet képviseljen, hogy példát ad a magyar egészségügyben. Tehát vendégem dr. Tán Zoltán, egyetemi docens, radiológus főorvos, tisztelettel köszöntöm. Üdvözlöm ezeket, és üdvözlöm a nézőket. Nos, hát az nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy a pályakezdés. De a pályakezdés az soha nem az egyetemen kezdődik, hanem sokkal korábban. Egy kaposvári születésű fiú, aki Siófokon jár gimnáziumban, hogy keres magának hivatást, hogy talál magának hivatást, hiszen az nem lett kétségem felőle, hogy jó tanuló volt. Igen, érdekes volt, jó tanuló voltam valóban. De hát az ember ilyenkor ugye multipotens, és hát sok minden érdekelt. Többek között érdekelt a vegyészet, a nővérem később vegyészmérnök lett, sportoltam. És azon kívül pedig a bátyám akkor már orvos volt. Ő is a Pécsi Orvos Egyetemen végzett, és hát engem is egyre jobban érdekelt ez, és attól kezdve már nyilvánvaló volt, hogy oda fogok jelentkezni. Tehát a családi indítatás egyik oldalról, másik oldalról pedig nyilván akkor tudatosan készült a pályára. Így volt. A családban több orvos volt, a szüleim pedagógusok voltak mindketten, és hát tőlünk három gyerektől elvárták, hogy rendesen tanuljunk, és rendesen is végezünk. Egy legendás időszakban került Pécsre. Mi mindent lehetett megtanulni az egyetemen azoktól a professzoroktól, akikre, amikor emlékszünk, akkor főhajtással kell, hogy tegyük ezt? Hát az egy fantasztikus időszak volt. Nyilván voltak az egyetemnek periódusai előtte nagy előadókkal, nagy személyiségekkel, de az a konstelláció, ami tulajdonképpen a háború után és az 50-es években jött létre, az különleges volt. Ugye a későbbi akadémikus és országgyűlési képviselő Szent Ágotai János, ugye nagyon ismert alakja. Aztán a fehérvári auditoriumunknak a névadója, Romhányi professzor. És hát Kertel Furnius professzor, akiről ugye klinikát neveztek el. Ők voltak a tanáraink, és rendkívül érdekes volt. Románynak némelyik előadás olyan érdekes volt, hogy nem csak a medikusok jöttek oda, hanem a jogászok is. Egy bizonyos témában nem lehetett helyet foglalni, mert tele volt a terem. Nagyon érdekes időszak volt. Mi mindent lehetett megtanulni ezektől a professzoroktól? Nyilvánvaló, hogy a szakmát, a hivatást, azt mindenek feletti. De ugyanakkor nagyon sokan beszéltek arról, hogy az az időszak abból a szempontból is kiemelkedő volt, hogy megkapták azt a pluszt, az emberséget, a közösség tiszteletét, a betegség elleni küzdelem tiszteletét, tehát mindazt, amit adott esetben a hippokratészi esküben később megfogalmaztak. Hát pontosan teszed fogalmazni valóban. Ilyenek voltak ezek a tanárok, és mindezt igyekeztek átadni nekünk. Nem csak közvetlen tárgyi tudást, hanem pontosan a hivatáshoz kapcsolódó érzést, a viselkedés formát, a beteg tiszteletét, és nem csak a beteg, hanem például a kórmonztamban a halott tiszteletét ugyanígy. Szóval igyekeztek ezt mind átadni nekünk. Miként választott szakirányt? Érdekes volt. Eredetileg tulajdonképpen gyerekgyógyász szerettem volna lenni. Aztán második helyre beírtam jelentkezésemet akkor újonnan alakult radiológiai klinikára, akkor 2 éves volt a radiológiai klinika, tehát éppen létrejött korábbi röntgenosztályokról, hiszen akkor a radiológia azért abban az időben mégiscsak alapvetően a röntgenológiára korlátozódott. És második helyen beírtam. És aztán vártam. Első helyen a gyerekgyógyászati klinikát és Kerper Furnius professzornál, aki számított is az érkezésemre, és akkor aztán
hazajöttem szabadságomról, pontosan Németországból a szigorló jövőmről, és az úgynevezett évfolyam titkárunk lelkesen fogadott a folyosón, hogy gratulálok, megkaptad a kívánt állást a radiológiaklinikán. Téged választott először a Benkő professzor. Akkor hiába mondhattam, hogy tulajdonképpen én csak második helyen írtam a radiológiaklinikát, hanem első helyen a gyerekgyógyászatot, de aztán ezt soha nem bántam meg, mert egy év múlva nyílt lehetőség, átmehettem volna tulajdonképpen a gyerekklinikára, de már többet nem akartam elmenni. Már az első évben olyan érdekes lett a számomra, hogy soha többet nem merült föl bennem. Tehát birtokba vette a képalkotó módszereket, ha úgy tetszik. Így van. És amíg az, nem haragudjon még ehhez, hogy mitől lett ilyen érdekes ez a szakma. Tulajdonképpen az egész szakma életemre az volt az leginkább jellemző az egész időszakra, hogy elkezdtem úgy a szakmát, még sötétben átvilágítva, még valakik emlékeznek erre, és ekkor valóban csak a röntgenológiából állt ez a radiológus szakma, és aztán az életem során megéltem azt, hogy jöttek ezek az új disziplinák, a katéteres érvizsgálatok, azután jött az ultrahangdiagnosztika, jött a komputertomográfia, jött a mágnes és magnetrezonancia, az izotóp diagnosztikában jöttek a kamerás eljárások. Szóval mindazt, ami tulajdonképpen 50 év stagnálás után bekövetkezett a radiológián belül, azt én végigélhettem. Ami máig tart. Azt én végigélhettem. Előtte ugyanis nagyon kevés változás történt a röntgen felfedezése után, ami ugye Nobel-díjat ért annak idején. És amikor a klinikára kerültem, és a professzor megkért arra, hogy a klinika képanyagát oktatói célzatta rendszerezzem, akkor kezembe került a saját nagyanyámnak a röntgenkép 1931-ből. Egy kiváló minőségi röntgenkép, és akkor rájöttem, hogy hoppá, tulajdonképpen 30-40 év alatt nem történt semmi. Egészen aztán addig, amíg jöttek ezek a bizonyos eljárások. Igen, hát az ön korában a folyamatos fejlődés záloga volt egyértelmű. Igen. Ez. És megkapta a munkát is, hiszen ott maradt a radiológiai klinikán Pécsett. Ott mi mindent lehetett megtanulni? Hiszen azért teljesen más az egyetem, bármennyire is tehetséges fiatal orvos valaki, és teljesen más maga a szakma, amit lépésről lépésre lehet igazából megtanulni a gyakorlatban. Hát az ismereteknek a birtokában voltunk, amit az egyetem alatt megtanultunk, azonban a szakmát ezt el kellett kezdeni. Tulajdonképpen ilyen értelemben előről kellett az embernek kezdeni, és mindaz, amit előtte tanult, azt ugyan később felhasználta, de ez azért önmagában teljesen új volt. Viszont sikerrel járt, hiszen nem feledhetjük, hogy 64-ben végzett, és 10 esztendőre rá már Berlinben találta magát a Humboldt Egyetemen. Az egy óriási lépcső fiatal Igen, orvos számára. Nagy szerencsém volt, ugyanis a klinika akkor gyakorlatilag egyedülként az országban elkezdett foglalkozni a katéteres érvizsgálatokkal. A intézetvezető professzor előtte Svédországban volt ennek a katéteres módszert annak a kitalálójánál, tanulmányúton 3 hónapig vagy fél évig, és szerencsés módon akkor új technikai eszközöket, katéterasztalt és hasonlót kapott a klinika, és nekem meg szerencsém volt pont erre a vonalra kerülnöm, vagyis a katéteres érvizsgálatok területére. És ez akkor nagyon modern volt, és nagyon fontos volt. Ugyanis nem csak az érvizsgálatokat jelentette ez, hanem más területen is fontos diagnosztikai eszköz volt, sőt, aztán később terápiás eszköz is lett. Diagnosztikai eszköz volt például a daganat diagnosztikában, mondjuk a vesedaganat diagnosztikában. Nem volt ultrahang annak idején, nem volt komputertomográfia, és a korábbi állapothoz képest a katéteres érvizsgálatok a daganat ereteknek a kimutatásában nagyon nagy jelentőséggel bírtak. Tehát nem csak az érdiagnosztikában. Nos, tehát én erre a vonalra kerültem, és az első munkákat is ezekről írtam, erről publikáltam, és aztán úgy történt, hogy 73-74-ben az egyetem terve vette, hogy
elindítja a szívsebészetet. Hát aztán az később sokáig váratott magára, de mindenesetre akkor volt egy nagy lendület, és akkor ugye a jövő módszer a szívsebészet lett volna, és ahhoz katéteres érdiagnosztika kellett, és engem jelöltek ki, mondjuk kivezényeltek, ez már akkor is működött. Ez úgy történt, hogy tudva volt, hogy én ezekkel a módszerekkel foglalkozom, ezen kívül ott volt a nyelvi adottság, közismert volt, hogy két nyelvű a családom, és azon kívül pedig még voltam előtte egy évvel abban az intézetben, Berlinben. Akkor a keleti blokkban a Berlin Humboldt Egyetemnek a Charité klinikája egyértelműen a keleti blokkban a vezető intézet volt, ahol már gyakorolták azokat a módszereket, amiket nyugaton, persze sajátos eszközökkel. És tehát, ahogy mondtam, kivezényeltek, egyik pillanatról ott találtam magamat. Az egyik volt a finom ráhatás, hogy mégiscsak be kell látnom, hogy ugye ezzel foglalkozom, meg a nyelvismeret. A másik pedig a méz a madzagra. Azt tudni illik, hogy majd aztán, ha beindul a szívsebészet, akkor majd én leszek ennek a diagnosztikának a vezetője. Hát elmentem, és akkor aztán abban az intézetben, amelyet ismertem, mert egy évvel korábban, két évvel korábban egy hónapot látogatóként ott töltöttem, és a Charité az legenda volt annak idején. Igen, hát olyan egy legenda volt, hogy nem tudom, ismeri a német köztelevíziónak a műsorait, de többek között az utolsó 6-7 évben három staffel, tehát három sorozatban futott a Charité története. Kezdve onnan, hogy annak idején a századforduló, tehát a 19-20. Századforduló idején egyértelműen a tudomány központja, nem csak Európában, hiszen akkor már lement a úgynevezett bécsi iskola, hanem tulajdonképpen a világon olyan nevekkel, mint Robert Koch, vagy Paul Ehrlich, a kemoterápia megalapítója, tehát vezető intézet volt, és máig legenda a Charité. És hát tulajdonképpen szerencsém volt ebben az intézetben. Ugyanakkor tanulni. Nagyon sokat számíthatott itthon, hiszen egy olyan új diagnosztikai eljárást sajátított el mindenféle értelemben, aminek itthon azt hiszem az egész orvos társadalom hasznát vehette, nem különben természetesen a Pécsi klinika. Igen, hát az a történet aztán úgy folytatódott egy részről, és ennek is köze van a Fehérvárra kerülésemhez, hogy elfelejtettem ezeket a módszereket, bizonyos részét el is tudtam kezdeni otthon, ami nem közvetlenül a szívsebészethez kapcsolódott, vagy nem a Pécset végzendő szívsebészethez. És akkor vártam egy évet, két évet, jött a harmadik év, és még sehol nem volt a pécsi szívsebészet. És ekkor érkezett a megkeresés Fehérvárról. Ez egy fontos pillanat, hiszen a 70-es évek vége, ő megelőzte azt a kort, amikor 79-ben jött a nagy csapat Kuhár Ferenc professzor úr meghívására Székesfehérvárra, ön már itt volt, viszont attól a pillanattól kezdve szárnyalt a Szent György Kórház is, hiszen a kórház rekonstrukcióban részt vett ön is, illetve a korszerű radiológia osztály megteremtésében pedig kulcs szerepe volt. Az az időszak, tehát konkrétan 1977 elejétől, 70, pontosabban 76-77 fordulóján nevezték ki a Kuhár Ferenc főigazgatót, főigazgatónak, új főigazgatónak. És még egy sajátos időszak volt az is, hogy több kulcs osztálynak a főorvosa akkor nyugdíjban ment. Az általános sebész, a baleseti sebész, a két belgyógyász osztályvezető főorvos, és Kuhár főigazgató rendkívül koncepciózusan nem egyszerűen betöltötte ezeket a helyeket, hanem fejleszteni akart. És azt is tett. És engem mi volt először? Időben. És aztán én ugye 77. januárban kerültem vissza, és akkor megtisztelt még azzal is, hogy kérte a segítségemet, hogy ebben a fejlesztésben milyen személyi javaslatokat, kiket tudok ajánlani neki. Hát ő is Pécset végzett,
És jöttek a pécsiek. És hát jöttek a pécsiek. Hála Istennek kerülök hozzá. Megmondom őszintén, volt benne egy kis önzés. Annyiban tudnilik, hogy szerettem volna nagy tudású kollégákkal, barátokkal körülvenni magamat, ami engem illet, ez szerényen. És hát nyilvánvalóan azokat ajánlottam, akiket korábbról ismertem, akikkel együtt dolgoztam, és legalább kettő később nagy nevű kollégának a meginvitálásában, vagy a javaslatában személyesen részt vettem, ez Gógl Árpád főorvos volt, és Solt István főorvos volt. Őket közvetlenül, de ennek aztán folyamányai lehettek, hiszen később jött Simon Kornél, jött Simon Múzeó, így van, Simon Gábor, így van, pontosan, haza. Így van, pontosan. Tehát ez így indult ez a dolog, alapvetően azzal, hogy lehetett érzékelni, és részletet abban venni, hogy ezt a fejlesztési végre tudja hajtani. És ez sikerrel járt. Ez sikerrel. Na most a másik még pedig az, hogy tehát ez volt az egyik idejövetelemnek az egyik oka, a másik oka pedig az volt, hogy azoknak a módszereknek köszönhetően, amiket elsajátítottam, és amit aztán tudtam itthon gyakorolni, több új terápiás módszert is, ezen katéterterápiában, amit elsőként tudtam közölni, ezzel bizonyos ismertségre tettem szert a szakmán belül, és hát talán így jöhetett a megkeresés. Ami az én szakmai életemnek tulajdonképpen a legérdekesebb periódusa volt, ez a fejlesztés, ennek a kollektívának a létrehozása is, amiben tudtam segíteni. Ez nagyon fontos lépcső volt a Szent György Kórház életében. Ugyanakkor a rendszerváltozás önt már nem itthon találta. Igen. Menjünk el Szánába egy kicsit, Jemenbe. Igen, hát a rendszerváltozás ugye Jemenbe 1988 szilveszter napján kerültünk. A története az volt, hogy az elődöm is egy magyar professzor volt, és a jemeni fővárosnak az egyetemi kórháza, nem klinikáknak nevezték, angol száz módra, University Hospital voltak, a itteni klinikáknak megfelelő fogalmak. Az egyetemi kórháznak az előző igazgatója Magyarországon végzett. Debrecenben, és onnan volt a Magyarország ismerettség. Ezen kívül volt még egy másik története Jemenben a Magyar Orvostudománynak, nevezetesen az úgynevezett forradalom után az első katonakórház egy magyar kórház volt. Pár évvel korábban. Én igaz hozzá, hogy az elődöm ott egy magyar kollektívát vitt ki, és időközben, kint léte alatt, addig ugye társprofesszor volt, kinevezték intézetvezető professzornak Debrecenbe. És akkor a misszióját ugye abbahagyta, és megkeresett azzal, hogy ő fogalmazott, hogy szeretné a kollégákat, a kollektívát jó kezekben tudni, és szeretné a szakmát jó kezekben tudni, szeretné az oktatást jó kezekben tudni. Ő fogalmazott így. És megkeresett, és aztán akkor volt egy kis megtorpanás a kórház rekonstrukcióban, egy kicsit állt, ott vagy két éven keresztül nem ment úgy előre, hogy szerettem volna, nem volt elég dinamikus, és akkor úgy gondoltam, hogy egy évre elmegyek, de aztán kettő lett belőle. Hazatérése után folytatta a munkát itthon, hiszen volt azért feladat bőven. Folyamatosan fejlődött a központ, illetve a Szent György Diagnosztikai Központ megalakítása, illetve létrehozása is egy fontos állomás a szakmai pályafutásában. Igen, tehát szóval az is egy érdekes történet volt annyiban, hogy a Szent György Diagnosztikai Központot őszintén eredetileg nem CT és MR központnak gondoltam, hiszen akkor volt már az osztályom CT, hanem én az MR diagnosztikát szerettem volna ott létrehozni, ami állami eszközökkel nem ment, mert nem volt rá pénz, és akkor több helyen jött létre ilyen magánkézben levő intézet. És tulajdonképpen eredetileg az MR diagnosztikát szerettem volna ott létrehozni, de aztán rajtam kívül álló döntésből kifolyólag hozzákerült a CT diagnosztika is, így aztán az osztályról átkerült ebbe a diagnosztikai központba. De minden esetre hát ez szakmai szempontból óriási fejlődés volt. Fontos állomás az életében, hiszen nyilvánvaló ez logikus is, és azt hiszem, hogy
a vezetők jó szemét dicséri, ha egy olyan sokat látott és nagyon sokat tanult és tudó embert rávesznek arra, hogy tanítson. A tanítás milyen szerepet játszott a szakmai életében? Nagyon szerettem tanítani. Ráadásul visszatérhetett Pécsre. Igen, nagyon szerettem tanítani Pécset is, ugye gyakorlatvezető, később aztán előadó is voltam. Nagyon szerettem a medikusokat, nagyon szerettem tanítani, és szerettem meglátni szemükben, amikor sikerült felkelteni a radiológus szakma iránti, vagy a konkrét téma iránti érdeklődést. Aztán akkor hát, hogy eljöttem Fehérvárról, vagy Pécsről Fehérvárra, akkor ez itt megszakadt átmenetileg. Aztán elmúlt pár év, és akkor már hiányzott az egyetemi oktatás, és hát többek között a Jemenbe való kitelepülésnek is egyik oka volt. Szerettem volna ismét diákokkal foglalkozni és tanítani, és hát aztán ott tettem is. Ha itt nézem az ön életrajzát, a radiológia szakmai kollégium tagja, a radiológusok társaságnak vezetőségi tagja, a Fejér megyei szervezet felügyelő bizottságának tagja, ez mind-mind pluszt ad. Egyrészt a pályafutásához, másrészt pedig mindazoknak, akik elkötelezettek az orvosi hivatás iránt. Ezek fontos momentumok az életében? Fontos momentumok. Ezek nem csak tisztségek voltak, vagy funkciók voltak, hanem ezek lehetőségek is voltak arra, hogy például az első években részben ezeken a fórumokon keresztül, a társaság vezetőségén keresztül, a társaságnak egyik szekcióján keresztül, például ultradiagnosztikai szekció létrehozásán keresztül elő lehetett segíteni egyes szakaknak a fejlődését. Például mondjuk konkrétan az ultradiagnosztika fejlődését, de volt más is, intervenciós radiológiának nevezett katéterszenikai eljárások is. Tehát ezek fontos pillanatok az életében minden esetre. Igen. Sőt, igen. Ne is kategorizáljuk, de én azt gondolom, hogy ráadásul hát nem feledkeztek meg erről. Számtalan olyan szakmai elismerést kapott, ami azt hiszem, hogy mind bizonyítja, hogy az orvostársadalom figyel egymásra. Figyel azokra az eredményekre, azokra a pillanatokra, azokra a folyamatos, sokat mondom, munkákra, amelyek lehetővé teszik, hogy bizalommal tekintsünk az orvostársadalomra. Ezek az elismerések mit jelentenek önnek? Nyilván Fejér megyének a Berzsenyi díja az a kórházhoz való kötődést akarta honorálni, és megtiszteltek azzal, hogy megkaptam az egészségügyben legmagasabb kitettést, a Batthyány Strattmann díjat. Ez úgy utólag is gratulálunk, jó helyre került. Ugyanakkor kell, hogy szó essék az almáról, hiszen erről beszéltünk, és a fájáról beszéltünk, hiszen Tán Péter az ön fia, az egyik legreményteljesebb, én azt gondolom, hogy a szakma csúcsát ostromló orvos ma már. Hát ő ugye klinikai igazgató professzor, Pécsett, az ortopéd klinikai igazgatója, és a Magyar Ortopéd Társaság elnöke pillanatnyilag. Én nagyon örülök, hogy tudott abban segíteni, hogy ilyen formán elsőként a Pécsi Egyetemnek egy kihelyezett tanszéke, nevezetesen a külső ortopéd tanszék Fehérváron létrejött Bucsi professzor vezetésével az elmúlt évben. Ez nagyon fontos volt a szakmai pályafutása szempontjából a nyugdíjba vonulása. Azóta hogy telik? Hogy telnek a mindennapjai? Hát a nyugdíjba vonulás az tulajdonképpen megfelelő időben történt, vagy a szokványos időben történt, de különleges helyzet volt. Akkor csinálták ezt a bizonyos 65 éves rendeletet, amit aztán visszamondtak a életbelépés előtt 3 héttel, de akkor már meg volt hirdetve állásom. És a munkát tulajdonképpen lendületből folytattam akkor gyakorlatilag. Nyilván valamelyest időben redukálva, de tovább csináltam mindazokat a tevékenységet, amelyeket korábban is szerettem. Mit kívánjunk önnek? Leginkább azt, hogy még egy néhány évig tudjam ezeket a dolgokat
csinálni, tudjam gyakorolni ezeket a módszereket, meg azt, hogy érezhessem még egy bizonyos ideig olyan jól magamat a volt osztályomon, a utódomként fungáló kedves kolléganőmmel, mint ahogy most érzem magam. Nos, hát akkor én ehhez kívánok jó egészséget, illetve hozzáteszem, hogy a mi tiszteletünket és szeretetünket minden székesfehérvári nevében, és köszönöm, hogy megtisztelt. Hát én pedig köszönöm, hogy elmondhattam, mert valóban különösen az, ami a Fehérvári Kórház életében történt annak idején, a 77-es fordulóban, az valóban nagy esemény volt, és az én szakmai életem számára is óriási élmény. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Tán Zoltán, főiskolai docens, radiológus, főorvos volt. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!